Ismét itt vagyok, kett 666 vagyok, és folytatódik a túlélés második napja. Nézzük meg, vajon világos van-e már. Kiütjük az egyik blokkot innen, úgy nem tudnak bejönni a mobok. Kezd világosodni, ez nagyszerű. Addig is ásunk tovább, mert nagyon kéne nekünk szén. És utána fogunk fát vágni, hogy építsünk házat. Mert a szén az nagyon fontos. Megnézzük, hogy csinálok elsőnek kicsit sütőt. Nem csinálunk kettőt. Elvileg itt nem jönnek be a mobok, mert ajaj, még nagyon-nagyon sötét van, most nézem. Hoppá! Oda teszem. Be fog jönni. Inkább a legalsót fogom kiütni. Jó. És akkor nem fog látszani. Betesszük. És csinálunk szépen fából egy kis szenet. Muszáj lenni fákják, legalább most világít a sütőnk. Addig gyorsan ásunk, hát ha találunk szenet. Mondjuk a húst is meg kell sütnöm. Szén! Nagyszerű! Aki keres, az talál. Hú, a mobok már itt vannak. Igaz, nincs még ajtóm, de az úgy vesszük az ajtóm előtt. Lehet nem áll nappal. Addig gyorsan a szenet kibányásszuk. Legalább tudjunk gyorsan csinálni egy pár fákját. Ebből is kivesszük. Igen, ebből nem sokat tudunk nyerni. Gyorsan craftingolunk fákját. Jó. Nem sok, de legalább most már világít nekünk. Úgy. Másik csákány, ugye a kőcsákány az elég hamar eltörik. Csinálunk is már jobb, mint a facsákány. Csak most már fát is kéne vágnunk, mert ez nem sok, ami van. Nem volt időm. Csúnya zombik. Megnézzük, tudok-e egy ágyat craftingolni, maradt-e annyi fám. És tudunk, akkor gyorsan viszont lefekszünk aludni, és reggel lesz, könnyebb lesz fát vágnom. Letesszük az ágyikót addig, és alszunk egyet. Nem, már hallatszik is, a mobok szépen meghalnak. Megnézzük, kiütjük egy blokkot. Ide azért leteszem. Aha, elégnek nagyszerű. Azért segítünk rá. Úgy, úgy. Na, menjünk, nézzük szét, mi van kint. Mert fát kell vágnunk. Na, egy kis zombi hús, nem a legjobb, de jobb, mint a semmi. Jó, mob nincs a közelben. Akkor vágjunk gyorsan fát. Hoppá, csirke. Kell nekünk a csirkehús is. Nem, ez egy kis bárány, nem bántjuk. Nagyon kis aranyos. Szia, szia. Hát nem bántjuk, nincs értelme, nem fog semmit adni. Hadd növekedjen a kicsi húsia. Úgy vágunk fát, aztán el is eltetjük a maradékot. Nincs kedve messzire menni jelenleg, mert még semmink sincsen. Utána vasat kéne találnunk. Jó. Ezt is kivágjuk itt. Még egy fa. Hoppá, ez is eltört. Na mindegy, akkor... Csinálunk majd kőből egyet, és csinálni fogok egy ajtót is. Bár annak annyiból nem sok értelme van, mert a mobok pikpak be fogják törni. Úgyhogy ideiglenes, amíg vasajtót nem tudunk csinálni, sokkal jobb a kőblokk, hogy elzárjuk a bejáratot. Na, ide szépen leültetünk egy pár fát, nőjön meg nekünk, úgy, így. Hadd növekedjenek szépen, vágunk egy kis füvet,
mint már említettem, kenyér végett, ez nagyon fontos. Jó. Hoppá, még itt is van egy fa, gyorsan vágjuk ki. Úgy. És utána nekiállunk, lefelé fogunk ásni, keresünk minél több vasat találjunk. Meg persze szenet, mert ez még nem sok, amit találtam. Mert elég hamar be fog sötétedni, sajnos. Majd nézzünk szépen nádat. Nagyon sok mindenre jó. Jó, hogy ezzel is mindjárt megvolnánk. Kész, addig is a fáink meg fognak nőni. Nem maradt még nálam nyárfa, de maradt. Azokat is elültetjük, szépen nőjenek ki. 1, 2, 3, 4, úgy. És nem kizárt, hogy ott a sivatagba esetleg találnánk sivatagi templomot. Na, egy csirke, viszont ezt megöljük. Csirkehús, imádom, tollat is ad, nagyon sok mindenre jó. Szembe lesz nád. Azért gyorsan itt szétnézünk. Sivatag, homok is fog kelleni az ablakhoz, lesz rengeteg nád. Nagyszerű. Igen, erre sincs sok fa, egy tehén. Na gyere szépen, anyucihoz. Úgy, úgy, még egy kis húsi virágok. Majd azért azt is szedünk. Hát igen, itt nem nagyon sok minden van. Napraforgó, az nagyon jó díszítésnek. Hát igen, szerintem akkor most lemegyek és keresek tovább szenet, és okvetlen. Hoppá, egy zombi. Megöljük itt, ne császkáljon, hiába vízbe van. Na, halljál meg. Igen, ennyiből nem jó a fakard, de meghalt. Ne ólálkodjon itt nekem. Jó, Tamara, azért vannak elég sok fa, most az minket nem érdekel, ezek szépen meg fognak itt nőni, vagy majd ki tudjuk vágni. Ezeket is elültetjük. És lemegyünk szépen utána bányászni. Szépen növekedjetek, lesz víz is. Jó. Na most akkor lemegyünk szépen. Bányászunk egyet, ide föltesszük, hogy így, ide, így, és bányászunk el még szén, na, úgy látszik, itt azért van, és jól lenne mindenképp vasat találni, elsőnek is egy vaskard, ami nagyon fontos a mobok ellen, és vasajtó, amit nem tudnak ugye betörni. Jó, nem olyan sok szén, de jobb, mint a semmi. Ássunk lejjebb, megnézzük, mi lesz itt. Sajnos nincsen sok fákjám. Tehát lejjebb mennék, csinálok is még, mert most még találtunk egy kis szenet. Én azt mondom, hogy inkább kővel el fogom torlaszozni addig nekem itt ezt a bejáratot, az a biztos. Így, most már úgyis van fákjánk, ami világít. És így legalább nem fognak leszpannolni ide nekem a mobok. Úgy. Fákja. Kraftilunk egy kicsi fát. Még botot. Fákját. Még csákányt. Úgy. És menjünk. Keressünk vasat, az a legfőbb. Szépen-szépen ásunk le. Ha jól látom, teszek is ki egy fákját, ez már vas lesz. Igen, megvan a vas. Megvan a vas. Na, elég hamar találtunk is. Úgy, gyorsan felszedjük, utána ki is égetem, míg ások. Addig hadd égjen ki. Úgy, ide, vissza tudjunk menni.
Mostan kiégetjük a vasat. Betesszük. Na, 8-at is találtunk így hirtelenjében. Egy kis szenet. Rendben. Meg lesz a vaskard. És utána jöhetnek a mobok. Nem fogunk már félni annyira. Legjobb lenne a gyémánt. Na, annak azt viszont nagyon tudnék örülni. Mert ezzel a kőbb csákánnyal nem igazán tudok nagyon haladni. Nagyon sok időt elvesz. Na, hol vagy még vas? Gyerünk, gyerünk! Na, nézzük meg, hol tart. Mindenképp csinálok egy vaskardot, de legjobb lenne, ha tudnék még egy vascsákányt is csinálni. Mert ha találok valami nemes fémet, nem fogom tudni kiszedni a vascsákány nélkül. Na, süssük meg a húsit is közben, süljön, mert éhesek lehetünk. Hát, szépen megsül. Na, kész is vagyunk. Tegyünk ide szépen, úgy. Megsüljön kell kis szén. Na, és akkor nézzük meg. Tudunk-e csinálni? Vaskard. Vascsákány. Na. Jó, hát igen, még nem tudunk semmit, sem elvért semmit csinálni, nem baj. Azért egy vödrünk legyen, mert majd hoznunk kell vizet. Még nem vagyunk éhesek. Mindjárt kisül a hús, ez kisült. A csirkét is megsütjük. És van még 6 marha szeletünk. Az nagyszerű. Még sül, addig ezt kivágjuk. Egyszerűbb ilyen helyen kialakítani a kis házunkat eleinte, mert hamar lemegy a nap, és amíg nincsen, még nagyon-nagyon félő, hogy a mobok meg is ölnek minket. Jó. Jó lenne még szenet találni, na mennyire van, megnézzük. Sötét van már. Már megy le a nap, igen. Most már biztos nem megyünk így ki. Na, ez a húsi is megsült. Betesszük a marha szeleteket. Abba is van 6. Na, ez nagyszerű. Csinálunk szépen egy ládikót. A fölösleges köveket be fogjuk tenni oda. Ami nem kell. Ja, követ akartam még. Az kell majd a vasajtóhoz kiégetni. Úgy, az is megvan. Húsunk is kisül. Még betesszük a ládába a fölösleges. Most elvileg homok nem kell nekünk. Letesszük. Ez se kell. A vödör azért maradjon, mert megyünk majd följön a nap vízért. Elültetjük a búzát. Letesszük a köveket, nem kell. A hús is maradjon nálunk, mert bármi történhet, leesünk valahova, enni kell. Az a pár kő marad. Jó. Megnézzük, megsült-e a hús. Szuper! Az is kész. A kő is kifő. Jó! Meg lesz most már nekünk szépen a nyitó gomb a vasajtónkhoz. Kint sötét van, éjszaka lett, ideje aludni, igen, este van, nem megyünk most így ki, letesszük az ágyat, és lefekszünk aludni. Na, sziasztok, mára ennyi volt a túlélés második epizódja, remélem tetszett a videóm, ha tetszett, kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok föl. Sziasztok!